Sziasztok! Megnézzük, hogy állunk a dióburok légy elleni harccal. Augusztus utolsó hétvégéje van, 8. hó 26-a. Füvet nyírtam egyébként. Most már készülök majd az őszi diószedésre, úgyhogy ilyenkor lenyírom egyszer a füvet, meg le fogom majd közvetlenül előtte is nyírni, és akkor az állatéve szép pázsit lesz. Én még mindig hagyományosan szedem a diót, tehát megrázom, leesik, felszedjük. Na már most, hogyha itt hatalmas fű lenne, akkor nem tudnánk felszedni. Na, de nézzük, hogy állunk. Körülbelül egy hete permeteztem. Nincs most ám a naplóm, úgyhogy nem tudom megmondani. Azóta volt 6 mm eső, a csali nincs fenn a fán. Úgy látom. De, ja, nincsen fenn. Látszik a fán egyébként, vagy baktériumos, vagy vírusos, Santamonas vagy pneumonia betegség. Ez látszik a dióburok héján is, ez ellen egyetlen egyszer védekeztem valamikor még a nyár elején. Nem ez volt a fontos, hanem az, hogy a dióburok légy elleni szer hogy működik, az viszont parádésan működik. Ezen még van viszont csali anyag itt, de hát nem sok, úgyhogy ezt még újra fel kell tenni most egyszer a csalit, valamint majd valamikor szeptember 10-én újra. Na! Nézzünk valamit, ami már is egy érdekesség. Na most augusztus végén a dió az még nem így néz ki, tehát ha így néz ki, ott valami baj van. Ez a gombás betegségnek az eredménye. Nézzétek meg, egy kézzel csinálom. Hoppá! Mindjárt felszerem, csak azért, hogy lássátok, hogy nem dióburok légyről van szó. Tehát nem dióburok légy. Maga a dió az méretileg egyébként rendben van. Mindjárt feltöröm, hogy mi van benne. A fogammal törtem. Na, de látjuk is, hogy igazából ez valamilyen penész, mert belül is a dió az így, hát ilyen el van folyósodva, dzsuvás, trutymós. Mondanám azt, hogy almamoly kártétel, mert azt is láttam a területen, de az nem az, de ez nem az, nincs itt a bejárata a hernyónak sehol. Na, de menjünk tovább. Ott a traktor, mert erről már nem nagyon akarok beszélni, azért vagyok fönt és nem lentről kezdem, mert most itt fejeztem be a traktorral a fűnyírást. Mindjárt leállítom, aztán megyek tovább, megnézzük pár fát. Hát a szokásos, tudom, hogy az érdekel sokakat, de csináltam már róla annyi videót, hogy csak na. Na, egy kicsit csend van. Na, menjünk akkor tovább. Dió. Szép. Ugye a csali anyagot most az éven több embernek is a rendelkezésére bocsájtottam, és ki tudták próbálni. Van, akitől kaptam már vissza információt, van, akitől még nem. Hogy kapok, vagy nem tudok, azt nem, vagy nem kapok, azt egyelőre nem tudom. Örülnék neki, ha kapnék, mert az lenne a fontos, hogy ne csak itt nálam az én kis mikroklímámban működjön ez a dolog, hanem országos szinten is tudjon működni, hogy szükséges-e valamilyen termékfejlesztést végrehajtanom rajta, vagy nem. Na, tehát a termés az jó lesz. Én azt gondolom, hogy kicsit azért kevesebb, mint amire számítottam, több, mint tavaly. Viszont az én tapasztalatom az, hogy tavasszal nem volt olyan jó a tapadás, mint amilyen lehetett volna. Ez a hűvös és szeles esős idő miatt volt. Itt látszik, ezen is látszik egy gombás betegség a burkon. Meglátjuk majd, hogy mi lesz vele. Kicsit tovább menve, mert mindig mindenki csak a jót meg a szépet mutatja, és azt mondja, hogy ilyen a világ. Egyébként szép és jó a világ, de néha vannak benne ilyenek. Ami megint csak valamilyen gombás betegség. Valószínű, hogy azért néz ki így, dióburok légy nincsen. Maga a dió az nagyon könnyű, és a kukába, és a földre. Egyébként szép a termés. Tovább megyek.
Nézzétek, a fák is elég szépek. Ugye 2016-os telepítés, igen, 16-os telepítés. Nincs kis kezem, túl nagy se, de azért most már ezek elég szépek, szépen terem is. És igen, nézzétek meg, ezen még fénylik a csali. Tehát szépen fent van a csali. És az az érdekes, hogy dióburok legyet az éven, az elmúlt évektől eltérően egyet vagy kettőt láttam a csapdán, de ebben az időben tavaly, meg tavaly előtt is, mikor jártam körbe, igazából a dióra felnéztem, és láttam rajta egy dióburok legyet. Ott is még rajta van a csali, egy kicsit csillog ezen. Hát nem adja vissza, de ez már nem elég egyébként, tehát ezt újra kellene fújnom, és fogom is, csak nem ma, mert ma még talán kaszálok a fák körül, ugye, ahol a traktorral elhagyom, azt még ott megkaszálom. Na nézzük meg megint egy fa. Ez egy sokkal kisebb fa, viszont nagyon szépen terem. Szép, egészséges diók. Akartam nektek mutatni almamoly kártételt, mert egyébként van a területen, ugye most már második, harmadik generációja is ki tud fejlődni a mi klímánkon. Nincsen most. Akkor viszont elmondom. Tehát ott, ahol a két dió, vagy három dió összeér, ott tud bent bemenni a dióba egy ilyen narancsos, nem is narancsos, inkább ilyen rózsaszínes kis hernyója van, de az a nagyon nagy különbség, hogy az almamolynak a hernyója az bemegy a dióba, tehát bemegy a héjon belülre, míg a dióburoklégy az kizárólag a burkot károsítja, azt tesz ilyen folyós pépessé. Na nézzetek ide! Ide értem egy ilyen csapdához. Nézzük meg, hogy van-e rajta dióburoklégy. Hát, van ezen minden. De dióburok legyet, én egyet se látok. Hogy ez megint miből adódik, nem tudom megmondani. Tehát azért van kevés dióburok légy, mert most már évek óta kezelem a területet, és egyszerűen a populáció nem fejlődik ki, nem bábozódik be, így következő évben nem tud előbújni, vagy egyszerűen ez az év ilyen. Ezt majd megmondjátok, hogy nálatok mi a helyzet, nálatok is szép egészséges-e a dió, vagy esetleg nem, és pereg le. Ez is egy nagyon szép fa, nagyon szépen bőven terem. De hát nem látok most sehol nektek almamoly kártételt. Ez is valami lepke. Pedig azt akartam megmutatni. Nézzétek, itt is egy dió. Aha, na ott van. És most azt nem tudom, hogy ebbe ment-e be, vagy pedig ebbe. Nem. Amit leszettem, abba ment be. Nézzük meg. És ez, az almamoly, ez bemegy a dióba bentre. Igen, ott ment be. Aha, itt vannak a pici hernyói, nézzétek meg. Talán így. És bemegy. Tehát itt bemegy. Megtöröm. Na ilyen belülről. Egy kézzel nem olyan egyszerű, de aha. És ott vannak bebábozódva. Ott vannak a bábok. Na, úgyhogy láttunk akkor ilyet is. Egyébként tényleg szépek. Na, ha van valakinek kérdése, akkor azt nyugodtan tegye fel. Arra kíváncsi vagyok, hogy nálatok milyen a dió. Tehát pereg, fekete, potyog, nem potyog, mi van vele?
Tehát nekem a potyogás az egyáltalán nincs, ebből a gombás betegségből adódóan van veszteség, valamint az almamoly miatt, de egyébként szép. Na ez egy ilyen kicsit beszélgetős videó lett, ahogy elnézem, 10 percnél tartok. Nem vagyok benne biztos, hogy megvágom, majd meglátjuk. Minden esetre megyek le, akasztom fel a fűkaszát, aztán hajrá! Sziasztok!